Itt van Fornagy János, volt közlekedési miniszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az elmúlt percekben szakmai érveket hallottunk, nem politikai érveket. Szakmailag a párhuzamosságok megszüntetése elfogadható az ön számára? Többször beszélgettünk már a MÁV jövőjéről. Szakmailag a tömegközlekedés eszközeinek szembeállítása és mesterséges versenyeztetése az egy tévedés. A vasútnak és az autóbusznak együtt kell működni. A volánnak a leánykori neve az, hogy Máva út, azt arra találták ki, hogy abba több mint 2000 településre, ahova nem jár be a vasút, onnan a vasútra ráhordja az embereket. A magyarországi közösségi közlekedés a kettőnek a harmóniáján alapszik, és nem egymás versenyeztetésén. Amit mondasz logikus, de például, hogyha van egy Miskolc-Budapest, vagy egy Budapest-Győr buszjárat, és van gyors vonat is, vagy express vonat is, mind a kettőt fenntartaná? Ha az autóbuszra van igény, már pedig Nyugat-Európa azt mutatja, hogy van igény, hiszen a vasút, az ha ütemesen közlekedik, akkor reggel és a késő délutáni órákban közlekedik, az autóbusz pedig napközben. Az, hogy a távolsági vonalakon kérdésére válaszolva, a vasútnak van előnye, de azt nem úgy kell biztosítani, hogy az autóbuszt kizárom. Miniszter úr, akkor azt mondja nekem, hogy milyen vasútnak van előnye. Ugye abban egyetértenek a szakértők, hogy ezt a vávot nem lehet így fenntartani. Az, hogy mennyit lehet, kell rá költeni, hogy kell átszervezni, ezzel már komoly viták vannak, és azért ettől függ az is, hogy milyen sűrű járhatnak, és merre a vonatok. A magyar vasút az eddig is jelentős összegeket kapott, csak késve, utólag, és nem esetenként hiányosan. A 30-40 évvel ezelőtt Nyugat-Európa vasútjai ugyanezt a kanosszát végigjárták. Tehát amit most mi Magyarországon vitatkozunk, ezt Nyugat-Európa már végigcsinálta. De mi a vége? És a vasút mellett döntöttek. És mi a vége akkor? Tehát ugye van egy MÁV hatalmas adóssága, van egy folyamatos hitelezési kényszer, amelyet a mindenkori kormány kénytelen ugye a MÁV helyett garanciával is biztosítani. Mi a megoldás, hogy mondjuk elérjük azt a pontot, amikor a MÁV már önellátó, vagy ez nem is lehet igény? Soha nem lesz, bocsánat, a hitelfelvétel abból adódik, hogy a kormányok az elmúlt években nem adták oda a vasútnak azt a közszolgáltatási teljesítményért járó költségvetési pénzt, amit a szerződés vagy a tényleges teljesítmény alapján meg kellett volna kapnia. Félreértés ne essék, nem mentegetni akarom a vasutat, munkájában rengeteg javítani valóban. De az, hogy ma 240 milliárddal tartozik, az alapvetően az elmúlt évek kormányzati politikájának köszönheti. És annak is köszönhető egyébként, hogy a magyarok után 15%-a fizet teljes árujegyet, hogyha vonatra száll, és egyébként is nagyon kevesen utaznak vonaton? Tehát, hogy a vonatozási kultúra is szerepet játszhat ebben? Ugye ennek két része van, az egyik a vonatozási kultúra. Kérdés az, hogyha a vonatok menetrendszerűen járnak, fűtöttek, tiszták, akkor mennyi lenne az utas. A másik pedig, hogy a kedvezményes rendszer az 100 év alatt alakult ki, és a magyar szociális hálónak a része. Magyarországon nem a vasúti kedvezmények magasak, hanem a jövedelmek alacsonyak. Ezt nem lehet a vasúton számon kérni. Tehát ön fenntartaná kedvezményeket ilyen formában? Egészen addig, amíg az átlagjövedelmek ennyiek, amíg a nyugdíjak ennyiek, ilyen mértékűek, nem tudnak az emberek többet fizetni. Nem jó ez a szociális rendszer, de a magyar szociális háló hiányait azt nem lehet a vasúton számon kérni. Fornagy úr, köszönöm, hogy itt volt. Szépen.